évben, így ebben az évben is Kocsis Fülöp érsek metropolita atya egy mottóval indította a tanévünket. Ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem. Hát azt gondolom, hogy a mi iskolánkra igazán jellemző ez a motto. Kisiskola vagyunk, egy év folyamon két osztályunk. Az A osztály, hát az A osztály az egy csoda. Az A osztályunk az énekzene tagozatos vagy emelt szintű énekzene képzős osztály, és egy félreértést szeretnék eloszlatni, nem énektanárokat és nem csak zenészeket képezünk. Az énekzene az, amitől az ember több lesz, amitől egy kórusban egy közösség tagjává válik, amitől úgy érzi, hogy szinte mindig tudolni van kedve. És ez a csodálatos, amikor sétálgatok a folyosón, és dudolgató, mosolygó, éneklő gyerekekkel találkozom. Hát ha valami plusz tudunk adni nekik, akkor azt gondolom, hogy ez az. A B-osztályunkban is azért nagyon-nagyon fontos szerepet kap a zene, a grafika, a művészeteknek valami olyan ága, amivel egy kicsit a tehetségét ki tudjuk hozni a gyermeknek. És hogy miért érdemes hozzánk jönni, és miért érdemes a mi iskolába jönni? Hát azt gondolom, hogy a honlapunkon található információ, azok majd tudnak erről önöknek információkat adni. Minden esetre nagy szeretettel, nagyon csodálatos kollektívával, jól felkészült szakemberekkel várjuk Önöket. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves érdeklődő szülők, kedves kíváncsi gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket! Vas Péter vagyok, intézményvezető helyettes és az Alafokú Művészeti Iskola vezetője. Iskolánk komoly évtizedes kórus iskolai, énekzenei és néptáncoktatással büszkélkedhet, és ebből fejlődött ki, ebből bontakozott ki az Alafokú Művészeti Iskola is. 2012-ben grafika és néptánc és furia tanszakokkal kezdhettük meg a munkát. Folyamatosan fejlesztettünk, kutattunk, hogy miben lehetne növelni a teljesítményt, esetleg a szülői igényeket figyelembe véve fejleszteni a tanszakokat, és 13-tól az ütőtanszakot is át voltunk benne indítani. Utána sem adtuk fel a fejlődés lehetőségét, 2015-től a zeneelmélet tanszak, szolfés tanszakkal gyarapodtunk, majd 2018-19-től az zongora és vóla tanszakot tudtuk elindítani. Mit jelent ez az Alafokú Művészeti Iskola kicsi iskolánkban? Hát szószoros értelemben iskola az iskolában. Mert mi az általános iskolai növendékekre tudunk támaszkodni, abból áll az Alafokú Művészeti Iskola tanulói létszám és összetétele is. Ez egy nagyon fontos dolog, abból a szempontból is, hogy a művészeti oktatás, művészeti nevelés főtárgyúra és azok választható tantárgyai a délutáni időszakban az ebédeltetési rendet és az órarendet figyelembe véve kerülnek kialakításra. Tehát elsősorban a gyermekek igényeit figyeljük és a lehetőségeket keresünk arra, hogy hogy férünk bele a gyermek idejében. A szülőknek tudom tanácsolni, ez egy nagyon fontos dolog, hogy fél ötkor általában befejezzük a művészeti iskola oktatást, tehát a család már az estét együtt töltheti. Milyen választható tanszakaink vannak? Grafika és festészet tanszak, néptánc tanszak, zeneelmélet, szolfés tanszak, furia tanszak, fuvola tanszak, zongora és ütő tanszakra lehet jelentkezni. Miért jó a művészeti nevelés? Azért fontos, mert nem elsődleges cél az, hogy zeneművészeket képezünk, bár a lehetőség mindenki számára jutott,
hanem egy önmagát elfogadó, másokat értékelni tudó, megbecsülni tudó, önmagát kifejezni tudó, sikereit és kudarcait egyaránt kezelni tudó gyerekeket, növendékeket akarunk nevelni. Miért fontos táncolni? Sokunkba merül fel ez a kérdés, miért kell oda jelentkezni? Azért, mert megismerkedhetünk a népi hagyományainkkal, ezáltal a népi játékokkal egy közösséget tudunk kovácsolni, játékosan oldjuk a stresszt, fejleszti az izomzatot. Akár miért válaszuk a festészetet? Erősíti a finomotorikus mozgást, javítja a térérzetet, fejleszti a tanulási készséget, és nem utolsó sorban lennő elsősorban nagyon fontos a ceruzafogást is erősíti. Miért jó tovább hangszeren tanulni? Azért jó, mert kitartásra nevel, fejleszti a nyelv és logikai készségeket, legyőzi a stresszt, egy magabiztos önértékelés képes adni, és segít az iskolai követelmények teljesítésében. Ennyit szerettem volna önökkel megosztani, köszönöm figyelmüket, várunk minden kedves érdeklődő szeretettel, köszönöm, hogy meghallgattam, dicsőség Jézus Krisztusnak! Mind az óvodás, mind az első osztályos gyerekek szülei. Mi ezeket a szándéknyilatkozatokat fogjuk feldolgozni, ezek alapján fogjuk önöket egy rövid elbeszélgetésre invitálni az intézményünkbe, előre egyeztetett időpontokban. Ekkor lehetőségünk lesz, hogy nem csak a kis videóban, a virtuális séta alapján ismerjük meg az iskolánkat, az intézményeinket, hanem esetleg személyesen is találkozhassanak lehető osztályfőnökökkel, lehető tanítónénikkel, illetve magát az iskolát is megnézhetik. Addig is felhívom a figyelmüket arra, hogy nap mint nap a honlapokon újabb és újabb eseményeket fogunk rögzíteni, kövessék figyelemmel ezeket az információkat. Jó döntéshozatalt kívánok, nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és ha bármilyen kérdésük adódik, keressenek minket akár e-mailben, akár telefonon, de az irodában itt is mindig nyitva van. Viszontlátásra, dicsőség Jézus Krisztusnak!